Felújítások, dalos találkozó és turisztikai összefogásból készült reklámfilmek. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozunk e heti összeállításunkban. Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Ha ötletük vagy javaslatuk van, azt mi továbbra is szívesen fogadjuk a 462-204-es telefonszámon, de írhatnak is nekünk az akvaradio@t-online.hu címre. Megtalálnak minket a Facebookon és a www.barcsmedia.hu oldalon is. Lássuk, hogy mivel foglalkozunk ezen a héten. Adakozásra szólít fel a megyei elnök. Jakó Gergely szerint Somogyot is védi Barcs és Zákány. Meghozta a vendégeket a Hőségriadók sorozata. 130 ezren voltak eddig a Barcsi fürdőn. Folyamatosan költöznek vissza a felújított épületbe a rendelések, közben újabb épületeket újítanak fel a városban. Több mint 100 film és több száz fotó segíti a turistákat a Dráva horvát és magyar oldalán. A turisztikai vállalkozásoknak rég nem látott pluszt ad a program. Barcson szeretettel fogadják Bogit, a vakvezető kutyust, de Pesten már megpróbálták ellopni látássérült gazdájától a négy lábút. Diákok és felnőttek közös német dalos találkozója a Kultúrházban, 10 éves fennállását ünnepelte a Német Nemzetiségi Kórus. Keretének felét ajánlotta fel a migránsválság sújtotta somogyi településeknek Jakó Gergely, a Somogy megyei közgyűlés elnöke. Barcs és Zákány így 1 millió forintot kap abból a pluszpénzből, amely ezeknek a finanszírozására lehetőséget ad. Jakó Gergely hétfői tájékoztatójában hazánk minden önkormányzatát arra szólította fel, hogy kövessék példáját, és adjanak pluszpénzeikből azoknak a határmenti településeknek, amelyek mindenki biztonságáról gondoskodnak. Éjjel és nappal is folyamatosan érkeztek Barcsra a migránsok Horvátország felől. Naponta több ezren jöttek át a határon, és ez új feladat elé állította a várost. Barcson is fogadópontot alakítottak ki, megszervezték az élelmezésüket és az egészségügyi ellátásukat is. Ez nem kis terhet rótt az önkormányzatra. Annak a háttérnek a megteremtése, amelyik akár az illemhelyekkel, akár a takarítással, akár a sátrak felállításával, vagy az egészségügyi ellátással kapcsolatos, ezt természetesen meg kellett teremteni a 15 ezer emberhez is, és hát ezek most is a rendelkezésünkre állnak, és addig, ameddig ez várhatóan jöhetnek, addig ezt fenn is kell tartani. A plusz munka plusz költségekkel is járt. Zákányba eddig közel 70 ezer migráns érkezett. Az 1000 fős településen a hatalmas méretű emberáradattal szemben folyamatosan állják a sarat. Szeptember óta ott is rend van, nincs pánik hangulat a helyiek összefogásának köszönhetően. Bár a kialakult helyzetet tudta kezelni a kissomogyi település, ám a kiadások megviselik az önkormányzatot. Eleinte még 1-2 millió forintról beszéltünk itt elsősorban a veszélyes hulladék eltakarítására gondolok. Most már nagyobbak a tételek, nyilván ahogy nőnek a számok. Sajnos az esős időjárás és minden egyéb, ami ezzel kapcsolódik, a sár és annak az utak rendbetétele, tehát itt már 10 milliós nagyságrendről beszélünk. A migrációs válságban érintett két somogyi településnek 500-500 ezer forintos támogatást ajánlott fel Jakó Gergely. A Somogy megyei közgyűlés elnöke szerint az önkormányzatok erőn felül teljesítettek, ezért nem hagyhatjuk őket magukra. Csak a hétvégén 23 ezer migráns érkezett az országba, Barcs 11 ezer lakosú, Zákány 1000 lakosú. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy jövésmenés minden egyes településnek az életét felbolygatja. Éppen ezért mi a segítségünket csak ezen a módon tudjuk kifejezni, és ezért szeretnénk azt, hogy mindenki csatlakozna hozzá. Jakó Gergely arra szólította fel a magyarországi települések vezetőit, fővárosi és megyei közgyűléseit, hogy kövessék példáját, és lehetőségeikhez mérten támogassák a migrációs válságban érintett önkormányzatokat. Felkerültek a napelemek a strand tetejére, így a próbaüzem után már mérhető lesz, hogy mennyi lesz a megújuló energiából származó megtakarítás a fürdőn. Idén eddig közel 130 ezren érkeztek a Barcsi strandra, ami már szép számnak mondható. Tudtuk meg a fürdővezetőtől. Felkerültek a fotovoltaikus berendezések a strandfürdő tetejére. A középső fürdőzők által kevéssé látható részre kerültek a napelemek. Kicsivel több mint 70 darab napelemet helyeztek el a fürdő tetején. Ezeknek a műszaki adatairól én nem nyilatkoznék, hiszen ebben nem vagyok szakember,
de az éves áramfelhasználásunkból közel 60 ezer, ha jól tudom, 60 ezer, de lehet, hogy picivel kevesebb kilovattórát ezek a napelemek állítólag megtermelnek. Azt kell mondanom, hogy ha ez mondjuk csak 6 ezer lenne, akkor is örülnék neki, mivel a beruházást államilag támogatott pénzből az önkormányzat végezte el, nekünk pedig segíteni fog csökkenteni a kiadásainkat, úgyhogy mindenképpen örülünk neki. Ha rekordot nem is döntött, de a tavalyi vendégszámot jócskán felülmúlta a Barcsi strand. A hőségriadók meghozták a kívánt hatást, volt olyan hónap, amely 25%-os többletet hozott a tavalyi évhez képest. Azt kell mondanom, hogy hála Istennek meglátszanak ezek az idei nyár statisztikáinkon, de mégsem annyira, mint amennyire gondolnák az emberek. Mostanra végeztünk gyakorlatilag ezeknek a feldolgozásával. Azt lehet mondani, hogy egy 25%-ot hozott nagyjából a július. Augusztus az viszont csak 13-at, és a júniusi hónap az pedig egy 5%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. De azért hozzá kell tenni, hogy ez azért létszámban egy igencsak jelentős embertömeget takar. Örültünk is nekik nagyon. Nagyon sokan voltak mindenféle korosztályban, nagyon sok dolgot tanultunk az idei nyáron, ezekben, mert régen voltak már itt ekkora tömegek, ezt meg kell hagyni valamikor a nyitás idején. És hát szépen lassan sikerült néhány olyan dolgot feltárnunk magunknak, amiből a jövő évben újabb szolgáltatás minőségjavítást tudunk végrehajtani. Összesen majdnem 130 ezer vendég fordult meg itt szeptember végéig az idei évben, ami a 2011-eshez hasonlítható számadat. Tavaly egész évben voltak például annyian a vendégek, mint idén szeptemberig. Amiben nem szeretnénk változtatni a jövőben sem, az a pénztárca baráti jegyár, mondta Szakocs Gábor. Bár nagyon sokan gondolják azt, de a Barcsi fürdő az olcsó fürdő, hogyha valaki a környező fürdőket és a hasonló minőségű fürdőket nézi meg, mert nyilván tudunk olyat mondani, hol olcsóbban, könnyebben lehet fürdeni, de ott a minőség az egy másik kategória. Nagyon olcsón dolgozunk, de azt gondoljuk, hogy igyekszünk is ezt az árszínvonalat megtartani, ameddig csak lehet és ameddig bírjuk. Aztán a korosztályok. Nagyon nehéz a Barcsi fürdőre azt mondani, hogy ennek vagy annak a korosztálynak tudnánk bármit is külön nyújtani, hiszen ez egy olyan fürdő, mondhatni azt, hogy ez ilyen, mint a blokkházak, tehát egy mintára épült, egy kaptafára, nagyon sok fürdővel annak idején, abban néhány évben, amikor ezeket felhúzták, és nem nagyon határoztak meg célcsoportot. Próbálkozunk, már fél évvel gondolkozok ezen, hogy mi lehetne a célcsoportja, illetve egy marketing stratégiát építeni rá. Nagyon nehéz. Egyik részén ott vannak az idősebb korosztálynak a gyógyfürdő, rögtön mellette ott van az uszoda, ahol a fiatalabb korosztálynak, illetve a sportolóknak tudunk adni, vagy lehetőséget nyújtani. Viszont mondjuk a kisgyerekeknek van nagyon nagy lehetőségeket nem tudunk felmutatni, főleg a téli időszakban, tehát ezen igyekszünk majd változtatni, nem könnyű, hozzáteszem, hiszen nekik csak egy tanmedencéjük van, de közben ugye mi gyógyfürdő is lennénk, tehát itt gyógytorna és gyógytestnevelés órák is vannak, ezeket összehozni elég nehéz, de úgy érezzük, hogy az idei évre sikerült az iskolák, a sportegyesületekkel úgy összehozni, hogy a vendégeket igazából ne zavarjuk. Visszatérve az anyagiakhoz, a fürdővezető elmondása szerint augusztus végéig 4,5 millió forintnyi plusz volt a fürdő egyenlege. Kisebb fejlesztésekre már az idén is futotta a keretből. A nagyobb beruházásokat a város pályázta és nyerte meg a strandra. Sok kicsi elem gazdagította egyébként az idei strand szezont is. Ennek is be lehet tudni, hogy egyre több kisgyerek jön a nyári napokban. A nyáron megnőtt a kisgyerekes családok száma. Mi ezt annak is tulajdonítjuk, hogy ugye lefettük a gyermekmedencét, tehát lehetett mondjuk UV-sugárzástól védve kisbabákat, kisgyereket is fürdetni. És annyit még elárulhatok, az kicsit benne volt a kérdésben, hogy mik ezek, amiket adottunk pontokat, hogy a jövő évben próbálunk erre ráfordulni, hogy a kisgyermekes családoknak kicsit könnyebb és jobb körülményeket teremtsünk a nyári szünet idejére. Az évvégi statisztika már biztosan jobb lesz, mint a tavalyi volt, összegezte a fürdővezető, aki szerint a vendégek lehetnek a legjobb reklámhordozók. Szigetváról és Horvátországból is jönnek már heti rendszerességgel, de ennek a számnak a gyarapodására is számítanak még Barcson. Nemzetközi turisztikai összefogással reklámfilmek népszerűsítik a Drávamente szolgáltatóit és szolgáltatásait, idehaza egészen az Őrtilostól Barcsig. A Turpek Drávamenti élmények sajtóbejárása a múlt héten kezdődött, melynek során Somogy, Kapronca és Verőce turisztikai attrakcióiból mutattak be egyet-egyet a sajtómunkatársainak.
Magyar és horvát újságírók találkoztak Viroviticán, hogy közösen induljanak el bebarangolni a Dráva-mente csodás vidékét, és közösen felfedezni a turisztikai attrakciókat. Az utat előttük már kitaposták, hisz egy nemzetközi projekt keretében az elmúlt hónapokban kisfilmek készültek a térség szolgáltatásairól, illetve szolgáltatóiról, látnivalóiról. Étterem, szállás, szórakozás, kikapcsolódás, sport, minden elérhető a térségben. Ezt kapja egy-egy ide látogató turista csomagban, csak válogatnia kell. Mind a két térség, tehát a Dráva-menti, határmenti térség szempontjából, ugye Horvátországban is és Magyarországon is egy kicsit talán háttérben van turisztikai szempontból. Magyar oldalon ugye inkább a Balaton ismert, Horvátországban természetesen inkább az Adria, és mind a két térség picit ennek a kettőnek az árnyékában van. A projekt felmérés során kiderült, hogy nagyon sok és változatos az itteni turisztikai kínálat, melyet érdemes egyben kínálni, hisz az ideérkező turistának a határ nem jelent választóvonalat. A természeti és kulturális adottságokat egységes térségként érdemes értékesíteni, tehát adán is inkább, mert mind a két országnak érdeke ezeket egymás segítve piacra juttatni. Épp ezért a leltár, a pillanatnyi állapot feltérképezést követően a kínálat és a kapacitás figyelembevételével készül programcsomag. Kétféle, úgymond study tour, vagy tanulmányutat terveztünk a projekt során. Az egyik az része ennek a marketing tevékenységnek, az, hogy a turisztikai sajtó, média, az utazási irodák képviselői, utazási szervezők megismerjék a kínálatot. A másik körútra pedig a szolgáltatókat viszik, a program szereplőit, hogy ismerjék meg egymást. Más projektekben is azt tapasztaltuk, turisztikai projektekben, hogy sokszor a maguk, a vendéglátók, a szolgáltatók kevésbé ismerik a többieket. És itt különösen igaz ez, hiszen egy határ is van, egy ország határ is van a térség közepén, ezért a szolgáltatók számára is szervezünk ilyen utakat. A személyes tapasztalatok segíthetik az együttműködést, a projektcsomag pedig magát a bemutatkozást. A kommunikáció és a promóció, marketing az, amelyik ebben a projektben a legerősebb elem. Csak egy-két példát, készül egy közös turisztikai honlap, egy portál, amely valamennyi szolgáltatónak az adatait, szolgáltatásait, elérhetőségét bemutatja kis rövid filmekkel, fotókkal, tehát egy ilyen invitáló oldalként, illetve ezt kapcsolódóan készül egy mobiltelefonos applikáció, amely a honlappal összekapcsolva lehetővé teszi azt, hogy kicsit mobilabban a terület bármely részéről elérhetők legyenek az információk. Kicsit igazodva a mai kor követelményeihez, és természetesen megvannak a hagyományos eszközök minden mellett, tehát a nyomtatott turisztikai prospektus, térkép. Tehát úgy gondoljuk, hogy többféle eszközt állítunk hadrendbe a szolgáltatások népszerűsítéséért. Az elhangzottak szerint a honlap már novembertől elérhető lesz, működik a telefonos applikációval együtt. Ígéretek szerint a frissítés és a kínálat bővítés sem marad el, a tél folyamán pedig elkészülnek a kiadványok is. A programban 150 Dráva-menti szolgáltató mutatkozhat be. Állványokkal vették körbe a polgármesteri hivatal épületét, de a művelődési központ felújításához is megkezdődtek már az előkészületek. A házi orvosok mindeközben készülődhetnek a költözéshez, hiszen az ő régi új helyük már elkészült, visszatérhetnek a régi rendelőkbe. Barcsi vállalkozó kivitelezésében megkezdődött a Városháza épületének hőszigetelése. Nem csak a polgármesteri hivatal által használt rész újul meg, hanem a járási hivatal is. Mindkét épület a város tulajdonában van. Ezt az energetikai pályázatot megcsináljuk, mert bízunk benne, hogy ezután lényegesen kevesebb lesz az üzemeltetési költségünk, akár a fűtést, akár más nézünk. Hát ezen kívül még lesz rajta javítani való belül, de megpróbáljuk ezt a programot végigcsinálni. Ebben egy baj van, az időkevés, ami alatt be kell fejezni. Ez év végéig el kell készülni a beruházással a Városháza esetében, ez pályázati feltétel. A nagy teremnél már látható a változás. A nagy teremnél ott nyilázáró csere nem lesz, mert az megfelel az előírásoknak, de a hőtechnikai szigetelést azt megcsinálják, az oldalfalakat, a tetőszerkezetet, tehát ez egy lényeges változás lesz. A járási hivatal
által használt épület részbe, ott nyílászárók, cserék lesznek, és ugyancsak hőszigetelés. Természetesen megnézzük a tetőt is, hogyha kisebb javítás van rajta, azt a saját pénzüken elvégezzük. A régi épületen, vagyis a polgármesteri hivatal által használt épületen az nem lesz változás, mert ott nyílászárók, cserék lesznek. És ennek az a lényege, hogy ez egy helyileg védett épület, amelyiknek nem szeretnénk az állagát megváltoztatni, a külső megjelenését, sőt, hát belülről még a polgármesteri irodat nagy ablakát is átcseréljük, hogy az épület régi formáját kapja vissza, mert úgy gondoljuk, hogy ezt így kell helyreállítani azért, hogy megtartsuk a régi megjelenését, mert funkcióba belefér. Ezzel párhuzamosan zajlik a művelődési ház felújítás sorozatának következő üteme, ahol szintén nagyon szorít a határidő. Kettő pályázatunk az, amelyikkel az időre versenyt kell futni. Ez a polgármesteri hivatal épülete és a művelődési ház ugyancsak hőtechnikai felújítása. Én úgy gondolom, itt az időre futunk versenyt, ezek okos pályázatok. A határidő lejárta előtt sikerült befejezni a házi orvosi rendelők által használt épületet. Eredetileg október végéig kellett volna átadni a felújított házat, de a visszaköltözés már a hónap elején megkezdődhetett. Kértem a kivitelezőt, amelyik meg is csinálta, hogy előbb legyen kész. A fűtés szezon megkezdésére szeretnénk, hogyha minden orvos, minden rendelő működne abba a házba, le lenne választva a régi épületről az energiarész, és mindenki saját maga mérhetné a fogyasztását és tudná szabályozni. A fogorvosi rendelők már a múlt héten az új helyen várták a betegeket, most pedig a házi orvosok költöztek vissza az épületbe. Október 17-től a gyermekorvosi rendelők is költöznek a védőnői szolgálattal együtt, így a hónap közepétől már mindenki a korábban megszokott épületben dolgozik. Akkor indul be a fűtés is, akkor lesz a ház teljesen kész. Én úgy gondolom, hogy rendben vagyunk, úgy gondolom, hogy előbb készen lett, tehát a fűtési szezonra tulajdonképpen indulhat a rendelés, tehát a szakmai munka is indulhat, a fűtés is, mert hát azért se a régi épületbe, se ebbe, hogyha fűtés nem lenne, azért gyerekeket orvoshoz vinni, ott már az kockázatos. A beruházásokból nem csak azok profitálnak, akik a rendszerben dolgoznak, vagy igénybe veszik ott a szolgáltatásokat, a pályázati pénzt ugyanis igyekszik a barcsiaknak legkedvezőbben hasznosítani az önkormányzat, hangsúlyozta a polgármester. Természetesen a városvezetése tartja magát ahhoz, én magam is tartom ahhoz, hogyha egy mód van rá, akkor helyi vállalkozó, hogyha nem, akkor térségi, hogyha ez sincs, akkor a megyébe próbálunk körülnézni, és ezután nézünk körül az országba. Ehhez én úgy gondolom ragaszkodunk, mert az a pénz, ami itt felújításra kerül, és annak a bérrésze és egyéb olyan haszna, ami ott megjelenik, annak ebbe a térségbe kell az emberek zsebébe is megjelenni. A hivatali épület felújítása üzemidő alatt történik majd, tehát nem lesz ügyfélfogadási szünet az eddigi tervek szerint. A járási hivatal és a polgármesteri hivatal is folyamatos ügyintézésre számít. 10 éves lett a Barcsi Német Nemzetiségi Énekkar. A jubileum alkalmából a hétvégén a dalos táncos rendezvényt szerveztek, melyen a helyi általános iskolák német nyelvet tanulói, valamint a szuloki énekkar és tánccsoport is fellépett. Német hagyományőrzőké volt a főszerep október 10-én a Barcsi Művelődési Központban. Ezen a napon ünnepelte megalakulásának 10 éves évfordulóját a Barcsi Német Nemzetiségi Énekkar. A szorgalmas munka, úgy vélem, azt hozta meg most a gyümölcsét, mert hetente próbákat tartunk, és szerepléseket vállalunk, és ennek köszönhetően most itt álltunk a 10 éves jubileumon, és így a közösségbe a szulókiakkal együtt és az iskolásokkal együtt ünnepelhettünk, és ezért volt talán jó. A bemutatkozás, az első fellépés egy kiállítás megnyitón volt a Dráva Múzeum, a Dunai Svábok történetét és néprajzát mutatta be annó, ma pedig már az akkor még csak szárnyait bontogató énekkar történetét mutathatjuk be. Az alapítók közül majdnem mindannyian megvagyunk, 3-an morzsolódtak le, 7-en indultunk, majd 10-en lettünk, és utána gyűltünk, egyre többen kaptak kedvet ahhoz, hogy velünk énekeljenek, mert talán a fellépések során látták azt, hogy ehhez a csoporthoz érdemes csatlakozni. Sugárzik róluk a jó kedv, a próbák is jó hangulatban telnek, és igazán jó kis közösség vált belőlük, akik ünnepeiket is együtt tartják.
Persze, itt is voltak nehezebb időszakok, amikor kevesen jártak próbára, de a karnagy Bauer Wendel lelkesedése, ösztönzése nem hagyta szétesni a csapatot. Ő volt a fő támogató. A Bauer Wendy 8 éven keresztül volt karnagyunk, 2005-től 2013-ig, majd ő időskorára hivatkozva lemondott, és őt követte aztán a Gyurokovics Tibor, akit felkértünk közösen, a Bauer Wendy és én, hogy vállalja el továbbiakban a kórusunk vezetését, hiszen ő korábban orgona és szintetizátor és harmonika kísérőnk volt. 2007 is fontos dátum volt az énekkar életében, akkor szereztek ezüst minősítést, és akkor már egyre több helyre hívták őket. 2008-ban egyesületté alakultak, a civil közösségi formának köszönhetően már pályázhattak, a támogatásokból pedig nem csak szintetizátort vásároltak és harmonikát újítottak fel, hanem az utazásokat is finanszírozhatták. A környező települések mellett Ágfalva, Pécs, Sárbogárd, Villány, Balaton rendes színpadán, sőt még Ausztriában is szerepeltek. Pécset például a Dzsámiban több alkalommal énekeltek német misét. No és ne feledkezzünk meg szulokról sem, hisz az ottani hagyományőrzőkkel évek óta nagyon jó a kapcsolatuk. Nem véletlenül, hogy együtt ünnepeltek most is. A szuloki énekkar 13 éve alakult, a táncegyüttes pedig 1981-ben. Itt is a csapat szellem a fő mozgatórugó. Úgy gondolom, hogy a fiataloknak a tenni akarása, a lendületük, hogy úgy mondjam, a táncos kedvük, mulatos kedvük. Azon kívül különböző föllépéseink voltak külföldön, és a külföldi utak is összehozták fesztiválok. Az ilyenekre nagyon szeretnek ugye a fiatalok elmenni. Iden is voltunk egyébként Erdélyben, Kolozsváron egy ötnaposon, és úgy gondolom, hogy nagyon élvezték a fiatalok is. De élvezik a hagyományőrzés egyéb formáit is. A hagyományőrzés ugye akár a vallás területén is előjön, hogy úgy mondjam, minden évben. Valamint vannak ilyen napok, hogy ne van a svábbálok például. Azon kívül vannak ugye a húsvéti népszokások, ugye a szalmaszórástól kezdve mi egymás. Fiatalok is nagyon élvezték, amikor a régi sváb hagyományokat elegyítettük a magyar hagyományokkal. Ugye, tehát az azt jelenti, hogy szombaton a szalmaszórás, hétfőn a locsolás. A barcsi német hagyományőrzés itt még nem tart, de már az iskolákban, a nemzetiségi órákon tanulják a szokásokat a gyerekek, a mártonnapi hagyományokat pedig gyakorolják is. Hamarosan példa lesz erre az idei év is. No és nem hagyják ki az adventi szereplés sem, amikor majd karácsonyi és téli dalokkal ajándékoznak meg bennünket. Mi pedig várjuk a novemberi nemzetiségi napot, ahol a jubileum résztvevőivel is találkozhatunk újra. Ivett és Bogi mára már elválaszthatatlan társak, pedig csak pár hónapja élik együtt mindennapjaikat. A fajtiszta vakvezető labrador július végén vizsgázott Barcson, de már a kiképzés során egyértelművé vált, hogy ők ketten alkotnak egy egészet. Egy pillanatra sem engedné el játékcsontját a 2 éves kis Bogi, aki érdeklődve és farokcsóválva fogadta stábunkat. A szokásos kezdeti körbeszaglászás után megismerkedhettünk játékos, no és persze dolgos vakvezető oldalával is. Bogin látszik, hogy rajong a gazdájáért, Ivettért, és mindez természetesen kölcsönös. Bogit az alapítvány által, a Baráthegyi Alapítvány által ismertem meg, mivel februárban beadtam a pályázatomat, hogy szeretnék kiskutyát, mert az a helyzet, hogy én tavaly szeptemberben elveszítettem a látásomat, fény- és árnyéklátás maradt, ezért úgy gondoltam, hogy kutyával még mindig biztonságosabb. Vakvezető kutya csak fajta tiszta labrador vagy golden retriever lehet, majd az előzetes tesztek és a szigorú állatorvosi szűrővizsgálatok után döntik el, hogy melyik állat alkalmas egyáltalán a 6 hónapos kiképzésre. A miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola célja, hogy minél több látássérült embert segíthessenek. 2013-ban 12 vakvezetőt képeztek ki. Ivett sokáig nem is tudta, hogy vajon megkapja-e a kutyát, de már az első közös gyakorláson bizonyossá vált, hogy a lánynak éppen Bogira van szüksége.
a Köblik Mónikával találkoztam, és ő mondta, hogy van a Bogi, és meg kéne ismerkednünk. Kimentünk a ligetbe, ott elengedtük játszani, és az volt az első feladat, hogy be kell hívni. És Bogi bejött. Nem kérdezte azt, hogy most lehet, nem lehet, odajött. Szó nélkül első hívószóra odajött. Akkor ott már mi egymásba zúgtunk. Boginak Barcson és Budapesten is vizsgáznia kellett, hiszen Ivett az általános iskola elvégzése után a fővárosban tanult tovább, szakmáját tekintve fazekas és tárlatvezető. A lány látássérült ismerősei között is vannak olyanok, akiknek az informatika területén vagy gyógymasszörként sikerült elhelyezkedniük, mégis úgy látja, hogy a munkáltatóknak van még hová fejlődniük ezen a téren. Nagyon sok esetben ugye az állam már tesz olyan lehetőségeket arra, hogy bizonyos meghaladott mérték egységnél adókedvezményeket, vagy bármilyen ilyen lehetőségeket nyújt, de még így is azt mondják a munkáltatók, hogy nem éri meg neki. Mert inkább háromszor fizet annyi egy egészséges emberért, mint egy bármilyen fogyatékkal élővel, vagy egy egészségkárosodott embernek, mert azt gondolja, hogy akkor így mégse veszít a termelésből annyit. Pedig nem biztos, mert lehet, hogy valaki teljesen jól lát, de lehet, hogy éppenséggel egy vak meg sokkal jobb. A hétköznap délelőttök közös tévénézéssel és a mindennapi teendők elintézésével telnek, azonban a fajta tiszta labrador fél éves kiképzésével nem ért véget a tanulás folyamata. Ugyanis Ivett délutánonként folyamatosan fejleszti Bogit. Ez nem is csoda, hiszen nagy a felelősség rajta. Ő a délután nem szereti, mert az a helyzet, hogy délután, miután elvégezzük a mindennapi dolgokat, utána délután mindig szánok rá egy órát, ami általában kettő szokott lenni, hogy akkor minden, ami a legkisebb hiba. Szóval, ha csak nem kerül ki egy aknát, akkor fogom és visszahúzom, hogy akkor Bogi, ezt játsszuk újra. Megfordulok, ő is megfordul, és mert tudja azt, hogy akkor azt ott nem jó. És ezt azért is várom el tőle, mert neki rajta van felelősség. Nem csak azért, mert az én életemet is veszélyezteti, hanem nem sokára egy kisbaba életét is veszélyezteti. Bogi figyelve gazdája minden egyes rezdülésére igyekszik megkönnyíteni Ivett életét. Legyen szó az úttesten való átkelésről, egy faág kikerüléséről, vagy akár buszmegálló kereséséről. Persze az önzetlen segítségért járó jutalomfalatok nem maradhatnak el. Most már olyan, mint egy GPS, úgyhogy most már néha meg se várja, hogy irányít, csak azt hiszi, hogy na, akkor mehetek. És ha főleg olyan helyre megyünk, vagy abba az irányba, amit ő nagyon szeret, akkor teljesen. Akkor meg azt hiszi, hogy oda megyünk, és akkor nem hajlandó onnan elmenni, csak hogyha így nagyon tovább utasítom, hogy akkor most lehet menni tovább. Ivettet családja, valamint barátai is támogatják, mégis számos akadállyal kellett szembenéznie addig, amíg bottal közlekedett. De az utóbbi hetekben olyan is előfordult már, hogy néhány fiatal fényes nappal próbálta meg ellopni tőle Bogit, de végül a járókelők között többen a lány segítségére siettek, és így egyikőjüknek sem esett bántódása. Ha tegyük föl, csinálnak egy utat. Például a Hungária körutat rendszeresen csinálták, és én a legelső adandó alkalommal, ha a bot nem csúszott úgy bele, például a gödörbe, nem veszem észre, ha nem akad fönt a korláton, akkor még úgyse, és ha nincs bekerítve, akkor meg főleg, akkor bízhatunk a szerencsébe. Vagy ha csöndben van egy ember, most egy kutya például kikerüli. Nem csinál semmi, csak ott áll és kikerüli. Bottal meg, ha tetszik, ha nem, belemegyek. Persze jó példákból is akad bőven, városunkban található szupermarketek és boltok többsége már szeretettel fogadja az egymást tökéletesen kiegészítő párost, sőt, a vevők részéről semmiféle panasz nem érkezett. Én úgy gondolom, hogy a legelső pillanattól kezdve, mivel ő is úgy viszonyult hozzánk, és mi is elfogadtuk, meg tudjuk, hogy ő fontos, ő neki be kell, hogy jöjjön, és nem volt fennakadását ebben. Nekünk otthon is van kutyánk, nagyon aranyos, nagyon hozzánk nőtt, és ő is úgy látom, hogy a gazdájához is nagyon jól tudnak kommunikálni, és hogyan is mondjam, semmi baj nincsen vele. Megáll a gazdája mellett, leül úgy, ahogy kell, és én már azt látom, hogy mostanában a vevők is már úgy fogadják el, hogy ő a gazdájának egy segítséget, tehát nélkül nem is tudna mozogni, és nagyon empatikusan.
Egy-egy ilyen kutya eszmei értéke milliós nagyságrendű. Ivet számára azonban Bogi felbecsülhetetlen érték, egy biztos pont, akitől akkor sem szándékozik megválni, ha egyszer majd nyugdíjazzák vakvezetőként. Bogi hűséges őrangyalként élete végéig a lány mellett marad. Krónikánk végén legfontosabb témáinkat lássuk még egyszer képekben. Adakozásra szólít fel a megyei elnök, Jakó Gergely szerint Somogyot is védi Barcs és Zákány. Meghozta a vendégeket a Hőségriadók sorozata, 130 ezren voltak eddig a Barcsi fürdőn. Folyamatosan költöznek vissza a felújított épületbe a rendelések, közben újabb épületeket újítanak fel a városban. Több mint 100 film és több száz fotó segíti a turistákat a Dráva horvát és magyar oldalán. A turisztikai vállalkozásoknak rég nem látott pluszt ad a program. Barcson szeretettel fogadják Bogit, a vakvezető kutyust, de Pesten már megpróbálták ellopni látássérült gazdájától a négy lábút. Diákok és felnőttek közös német dalos találkozója a Kultúrházban 10 éves fennállását ünnepelte a Német Nemzetiségi Kórus. Ötletükre, véleményükre, javaslataikra továbbra is kíváncsiak vagyunk, osszák azt meg velünk, szerkesszük együtt Barcs krónikáját. Hívjanak minket a 462-204-es telefonszámon, vagy írjanak nekünk az akvaradio@online.hu címre. Én egy hét múlva a friss krónikával várom Önöket, addig is tartsanak velünk, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további jó televíziózást kívánok!